Mi azért hordjuk ezeket az jelképeket, mert szeretnénk egy demokratikusabb, szociálisan igazságos társadalmat, ahol nem éheznek a gyermekek. Azt azonban ő sem tagadta, hogy a Vörös Csillag égisze alatt sok bűnt követtek el az úgynevezett kommunisták. Ennek ellenére nem a jelképet tiltaná be. A kereszténység nevében is rettenetes bűnöket követtek el. A szeretet ideológiája a kereszténység, és mégsem a civilizált világban mégsem vetődik fel annak a gondolata, hogy magát a kereszténységet azonosítsák azokkal a bűnökkel, amelyeket a nevében elkövettek. Azért, mert úgy gondolom, hogy a mi eszménk humánus, a mi eszménk nem nem is párosítható azokkal a bűnökkel, amelyet a nevében elkövettek. Hány millió ember halt meg a kommunizmus áldozataiként? Azt hiszem, nem számolni kellene, azt kell mondani, hogy minden humánus eszme nevében szörnyű büntetteket követtek. Hogy tud humánusnak nevezni egy olyan eszmét, amelynek nevében szörnyű büntetteket követnek el? Úgy, a kereszténység nevében. Hogy lehet a kereszténységet humánus eszmének nevezni, hogyha nevében szörnyű büntetteket követtek el? Úgy, hogy az eszme maga nem hibáztatható. Azok az emberek, akik kihasználják a hatalmat, az adott lehetőséget, azok a bűnösök. Igen, de maga az eszme, a humánum, milyen alapon lehet büntetni? Azok az emberek még... Vannak olyan önkényuralmi diktatúrák, akik kisajátították a Vörös Csillagot és szörnyű emberiségellenes tetteket követtek el a nevében, de hogy a kereszt sem tiltott a jelenlegi Európában, a Vörös Csillag sem lehet tiltott. Ön tudja nagyon jól, hogy a kereszténység nevében milyen bűnöket követtek el. Emberek milliói pusztultak el különféle vallásháborúkban, a vallás, a szeretet ideológiának nevében elindított háborúkban, és mégsem a civilizált világban mégsem jut senkinek eszébe azt mondani, hogy csak azért, mert a vallás, a kereszténység nevében írtották az embereket, ezért be kellene tiltani a keresztet. Élek, mint nagyon sok sorstársam, az a 4 millió ember, aki ma Magyarországon gyakorlatilag nyomorog, mert a létmém alatt van a jövedelme, vagy egyáltalán nincs jövedelme. Gyermekek százezerei alultápláltak, tízezrei éheznek. Ezeknek az embereknek az érdekében politizálunk, olyan rendszert akarunk, amely megakadályozza azt, hogy kizsákmányolást legyen, vagy első lépésben legalább csökkenti ezt a kizsákmányolást. Tiszteletben tartunk mindenkinek az érzését, és szerintem... Most is nagy nyilvánosság előtt provokál. Ahogy a keresztet viselik a hívők, pedig a II. Világháború idején a magyar egyház megáldotta azokat a fegyvereket, amelyekkel ártatlan civil embereket írtottak ki Ukrajnában, Belorussziában és Oroszországban. Mégis ezek az emberek, akik viselik a keresztet, nem azért viselik, mert azonosulnának azokkal a bűnökkel, mi sem azért viseljük ezeket a jelképeket, mert azonosulnánk a mi nevünkben vagy mozgalmunk nevében elkövetett bűnökkel. A véleményét szeretné elmondani, de vitára nem volt hajlandó például a Jobbikkal. Tudja, a fasizmus az nem vélemény, hanem bűncselekmény.